A nagymama ebéddel készült. Én meg zavarban vagyok, mert nyilván a család két napi élelmét áldozta fel most a tiszteletünkre. Nagymama ötféle étellel készült nekünk. Már akkor jobban tudod. Milyen édes. Ez mindig így szokott lenni, hogy a szegénységet könnyebben megosztják az emberek. A szegény ember az jobban szereti a vendégeket. Szóval valamiért az az ember benyomása, közben visszajön az én hangom, de remélem, hogy a nézőköz csak egy hangom jut el, hogy történhet vele bármi, Kepes András jól érzi magát a bőrében, persze lehet, hogy van, amikor nem, csak olyankor nem látjuk. Ma esti vendégem saját maga ürügyén, nincs semmi különösebb apropó. Jelenlévő vendégem Kepes András, jól látom? Igen, általában jól érzem magam. Igen, jól látod. De csak akkor érzed jól magad, amikor látunk? Amikor képernyőn vagyok, vagy nem, pedig nem, amikor... Nem, egyáltalán, amikor kilépsz az utcára. Akkor is jól vagyok. Akkor vagy jól, de odahaza is nincsenek kitöréseid, hangulatingadozásaid? Hát szerintem az mindenkinek van. Csak úgy megpróbálom kontrollálni magam. Tehát mondjuk indulatos, nem szoktam lenni általában. Na például ezt akartam. Ha valami bajom van, akkor alszom egyet. Tényleg? De abban az esetben is, tehát általában a feleségem, korábbi feleségeim mindig attól lettek indulatosak, hogyha elkezdtek velem veszekedni, akkor én ettől elálmosodtam. Most annál idegesítőbb nincs, amikor valaki elkezd veled veszekedni, és egyszer csak tőle. És nem szándékosan csináltam, hanem a feszültség nálam úgy jön ki, hogy elkezdek ásítani, és elmegyek aludni. Ez hogy érted, hogy az asszony mondja magáét, te üveges tekintettel figyeled, belásít? Én nézem, és érzem, vagy... most, hogy a kicsit megemeled a hangod, mindjárt következik ez, igen. Tehát ez mondjuk azért persze úgy is érthető, hogy alvásba menekülsz a konfliktusok elől? Én gondolom, hogy nálam ez azt jelenti, hogy ilyenkor megpróbálom valahogy kialudni, meg ha beteg vagyok például, akkor én bevackolom magam a sarokba, nem szoktam panaszkodni, nem nyűszítek, én ezt magam elintézem. Kicsi gyereknek is ilyen voltam, anyám mindig azt mesélte, hogy velem soha nem volt baj, beteg voltam, bevackoltam magam, pár nap múlva fölébredtem, lemosakodtam, és onnantól kezdve a dolog rendben volt. Uh-huh. Ez érdekes. A tévé, ami hát számodra ilyen folyamatos napi jelenlétként, vagy hogy mondjam, rendszeres megjelenésként, mikor szűnt meg? 90? Hát, 98 talán, 90. Uh-huh. Tehát idestova 8 éve, ugye? 98, igen. A betegségem. Akkor az egy, a betegség után egy szükségszerű állapot volt, vagy pedig magad, miután fölépültél, úgy gondoltad, hogy még egyszer ilyen iramot éppen azért, mert esetleg a betegség az következmény, nem akarsz diktálni? Hát egyrészt egy szükségszerű állapot is volt, tehát az orvosok is azt tanácsolták, hogy próbáljam magam a stressztől egy kicsit kivonni. És én is úgy éreztem, hogy ezt a fajta életmódot nem tudom, és nem is akarom csinálni. Tehát nem akartam magam elkötelezni semmilyen irányba. Tehát úgy éreztem, hogy nekem az egyfajta feszültség, hogyha egy televíziós társasággal úgy kötök szerződést, hogy akkor is műsort kell csinálnom, amikor nem akarok. Neked minden este itt kell ülnöd, pedig neked is biztos előfordul, hogy azt mondanád, hogy most máshoz van kedved. Á, nem? Ugye nem? Soha. Nem? Soha. Jó, hát veled, te vagy a kivétel. A betegségre egy pillanatra visszatérve, csak zárójelben meggyógyultál? Tehát semmi bajod? Abszolút, igen. Hány éve ennek már? 7? 8? Hát 7 éve, igen. Igen. Már kontroll sincs? Tehát már annyira semmi nincs, sőt, hát általában, amikor ilyen jelentőség teljesen belenéznek a szemembe, és úgy mondják, hogy te is hogy vagy? És nem is szoktam érteni, hogy miről beszélnek. Tehát annyira, elfelejtetted már? Annyira kirekesztettem a saját életemből a betegséget, hogy tényleg nem jut eszembe. Tehát nem érzem magam kevésbé egészségesnek, meg úgy külsőre azt nem is tűnök kevésbé egészségesnek, mint az emberek többsége. Tehát én úgy gondolom, hogy ez megvolt. Túl vagyok rajta. Azt gondolod, vagy azt képzeled, hogy mondjuk a betegséghez nagy mértékben hozzájárult az, hogy jött ez a kereskedelmi televíziós időszak, és te a TV2-nél szövekeltél le csak egy pillanatra, és ott elég gyorsan, hát azt a szót nem használom, hogy megbuktál, mert őszintén szóval én nem is tudom, hogy milyen rövid vagy hosszú táv után derült ki, hogy azt a műsort te úgy nem akarod, meg talán a tévé sem. Igazából ez nem ott kezdődött, ez ott kezdődött, hogy én már akkor nagyon komoly konfliktusokban voltam a magyar televízióval. Tehát nem fizettek, hát ez akkoriban, meg azóta is azt hiszem ez egy rendszeres szokás arrafelé. Hát gyakorlatilag az történt, hogy ugye a 90-es évek
második felétől nagyon sokunkat arra vettek rá, hogy legyünk a saját producereink. És én a saját műsoraimnak a producere voltam, tehát ez az apropó, az apropó és a desszert. És amikor már kb. 7 műsorral tartoztak, és kölcsönöket kellett felvennem, hogy ezt kifizessem, akkor egy idő után rájöttem, hogy nem tudom folytatni a műsort, és mentek a levelezések akkori vezetéssel, amire nem is válaszoltak, és hát mondjuk ez azért már eléggé megviselte az egészségemet, és aztán... Miért mentél el aludni? Aludtam, rengeteget aludtam, időnként műsort kellett csinálni, és akkor közben jelentkezett a TV2, és mondták, hogy ők viszont szívesen átvennének. És egy olyan felpörgetett időszak volt, amikor föl kellett készülni a műsorra, mert te és a Frey Tomi akkor már az RTL-nél voltatok, és elkezdtetek dolgozni, és a TV2 pedig azt figyelte, hogy akkor majd én leszek a nagy konkurencia, és ha ti már sokkal korábban ott voltatok, és már kezdtétek bejáratni a műsort, akkor nekem kevesebb időszakom maradt arra, hogy elindítsam a sajátomat. És a szokásos türelmetlenség, a kereskedelmi türelmetlenség. És akkor tulajdonképpen belementem egy olyan utcába, én magam. Tehát valószínűleg, hogyha elég kemény lettem volna, és ha nem hittem volna el, hogy azt a fajta műfajt is tudom csinálni, ami egy félig meddig show műfaj volt, amit én azért korábban is színpadon zajlott, színpadon, szereplő volt, aki az anyósod volt, tehát egy színésznő volt, aki... Kitaláltunk. Ráadásul te találtad ki? Hát én találtam ki, ráadásul olyan kollégákkal, hogyha szóval mondanám a nevét, akkor a Hanyatesnél. Mondom, hát nyilván nem tagadják, vagy nem szégyellik, de hát a szakma számomra a két legnagyobb, mert az újságíró szakmáról, nem a tévés szakmáról beszélek, a Medgyessy Gusztival és a Váncsával találtuk ki az egésznek a helyzetét. Na most hát tényleg két intellektuális pasasról van szó. És amikor ezt kitaláltuk, akkor nagyon szórakoztató volt, írtójókat derültünk ott az asztal körül. A színésznő, aki játszotta, az a Vári Éva, szerintem az egyik legjobb magyar színésznő, aki az anyósomat játszotta volna. És ez jellegzetesen az a fajta helyzet, amikor papíron vagy asztalnál valami fantasztikusan működik, de ki kell próbálni. És erre nem volt lehetőségünk, hogy kipróbáljuk. Tehát úgy kellett élesbe kipróbálni, hogy az első adás az szombati nap vettük föl, a következőt hétfőn úgy, hogy szombaton már kiderült, hogy ez működésképtelen. Tehát nem megbukott a műsor, hanem én, amikor befejeztem a felvételt, az Évával egymás szemébe néztünk, és azt mondtuk, hogy hát ez így nem mehet tovább. És akkor hát ettől bepánikolt egy picit a TV2 akkoriban. Sok türelem nem volt. Hány adást bírt ez ki? Hát ez kibírt 8-at, de az volt a furcsa, hogy a második, harmadik adás után elkezdett fölfele menni a nézettség. Tehát a, mit tudom, akkor negyedik... már elhatározták, hogy vége, tehát leszámolnak vele? Akkor ők már leszámoltak vele, de én meg annyira megsértődtem ezen, hogy azt mondtam, hogy 8 adásnál több nem lesz. De már a harmadik, negyedik adásnál úgy ment fölfele a nézettség, hogy ők elkezdtek könyörögni és zsarolni, hogy folytassam a műsort, csak mondtam, hogy én meg egy érzékeny ember vagyok, és ha engem valaki megbánt, akkor ott mese nincs, nem tudnak annyit fizetni, hogy én maradjak. De akár azon az áron is, hogy számoltál vele, hogy többé a televíziós piacon nem nagyon lesz számodra hely? Hát lett volna hely, hát miért ne lett volna. Hát olyan értelemben mondom, hogy esetleg az is bekövetkezhet, hogy a másik kereskedelmi csatorna azért nem akar, mert már itt az arcodat idézőjelben elhasználták, a közszolgáltatóval összevesztél. Hívtak, nem, párhuzamosan hívtak az RTL-hez már akkor, csak az RTL egy kicsit lekéste a TV2-t. Én ettől nem féltem, de nem is szoktam ettől félni. Tehát én nálam ez úgy soha nem volt ez annyira fontos? Nem csak, hogy nem volt fontos, hanem nekem elsősorban mindig az volt a fontos, hogy saját magam szemében én rendben legyek. Tehát engem az viselt meg a TV2-s kudarcnál, mondom, a nézettség az ment fölfele, tehát a TV2 is nagyon szerette volna. Én voltam elégedetlen magammal. És amikor egyszer úgy éreztem, hogy valami olyat csináltam, ami nem én vagyok, tehát kifordultam magamból, és most le kéne ülni egy kicsit, és elgondolkodni azon, hogy hogy tudok a saját csigaházamba visszabújni, és kitalálni, hogy milyen is vagyok én, és erre kellett nekem a betegség. Ez két kemény éven betelt, és megoldottuk. Valahol azt mondtad, hogy másként nézel a világra, amióta kigyógyultál a betegségből, és előtte bizonyos értelemben gyerek voltál. Milyen értelemben? Ezt nem tudom, hol mondtam. Egy interjúban. Igen? Nem tudom, nem emlékszem. Szerintem azóta is gyerek vagyok, hogy bizonyos értelemben. De hogy másképp nézel a világra? Nézd, én azt hiszem, hogy mindenki, aki egy halálos betegség közelébe kerül, az bizonyos értékeket fontosabbnak kezd tartani. Na most az én értékrendemben az alapvető változás nem történt. Tehát azért nekem mindig nagyon fontos volt az, hogy belül rendben legyek, a család, a munkám. Tehát nagy változás nem volt. Keményebb lettem. Milyen határozottabb lettem. Határozottabb? Igen, igen. Szóval pontosabban és tudatosabban képviselem az érdekeimet.
de nem anyagi érdekről van itt szó, hanem arról, hogy azt mondom, hogy én körülbelül tudom, hogy a világnak melyik az a szelete, ahol én gyalogolni akarok, és most már nem hagyom magam erről letéríteni. Tehát ez legfőképpen műsorokra, illetve műfajokra vonatkozik? Helyzetekbe se tudnak olyan helyzetekbe belehozni. Tehát a hétköznapi életbe se. És régen ebben is sokkal engedékenyebb voltam, mert nagyon fontos volt, hogy szeressenek. És hogy elfogadjanak. Ez is megszűnt? Nem annyira fontos, hogy szeressenek. Meg van szabva, tehát megszabom magamnak, hogy persze a feleségem szeressen, a családom szeressen, a gyerekeim szeressenek, a barátaim szeressenek, de nem kell, hogy minden áron mindenki szeressen. Egyébként egy ilyen ember voltál? Tehát szeressen mindenki? Igen, mindenki szeressen. Gyerekkorom miatt volt ez. Tehát, mert? Hát mert ez intézetbe kerültem nagyon kis koromban, tehát még nem jártam iskolába. Hát tegyünk úgy, mintha intézeti gyerek lennél. Hát diplomata szüleid voltak, bejártad a fél világot. De előtte intézetben volt. Mert a szülők éppen külszolgálatot teljesítettek? És abban az időben nem engedtek ki gyereket külföldre, mert tuszként itthon tartották a gyerekeket. Ja igen, még nem voltam iskolában. A család. És én még nem jártam iskolába, tudod? És az ember elkezdi a saját életét elemezni, akkor abból úgy nagyjából kiderül, hogyha ilyen még nem egész iskolás korodban egyszer csak bekerülsz egy olyan közegbe, ahol neked állandóan el kell magad fogadtatni. És aztán amikor külföldön éltem, és különböző kultúrákba bekerültem az iskolákba, ott is meg kellett szoknom azt, hogy különböző nyelveken, különböző számomra teljesen idegen kultúrákban el kellett magam fogadtatni, meg kellett magam szerettetni, és ez úgy látszik, ez úgy beérődik. Ez ma már úgy tükröződik benned, hogy ez voltak éppen inkább rossz volt, mint jó? Hát elvett az életedből? Hát ennek voltak előnyei, voltak hátrányai. Az előnye az volt, hogy megtanultam alkalmazkodni. Azért ez a intelligenciának egy nagyon fontos részlete, meg nyilván a műsoraim jelentős részében, vagy a szakmám jelentős részében ez egy komoly előny volt, hogy bármilyen típusú emberrel én pillanatok alatt kapcsolatot tudok teremteni, azért, mert tényleg érdekel, meg kíváncsi vagyok rá. Mind a mai napig? Mind a mai napig. Vagy pedig olyan ritkán gyakorlod már ezt a, hogy mondjam, hivatalos vagy hivatásos kíváncsiságot, vagy kíváncsiskodást, hogy el tudod ezt hitelesen játszani? Nem, tényleg kíváncsi vagyok. Egyre kíváncsi vagyok az emberekkel hétköznap, és egyre kevésbé érdekel maga a televíziózás. Ezt hogy érted, jönnek szembe veled érdekes emberek, igen, és megszólítod őket? Hát mondjuk úgy az utcán nem, mert... De mondjuk vonaton, vagy utazom valahova, vagy vidékre, vagy külföldre, hihetetlen kellemesen el tudok emberekkel beszélgetni, és soha nem érzem azt az igényt, amit régen éreztem, amikor még úgy éreztem, hogy mindent meg kell mutatni állandóan a képernyőn, hogy jaj, hogyha most itt lenne egy kamera. Mondta Hegedűs Géza bácsi, a jó történetet hallott régen, mindig azt mondta, hama egy jó gépet. Szóval ez nincs. Kepes András a vendégem, folytatom vele még egy kicsit, nem sokára. Ezen a képen a műsorkészítőit látják. Jancsó Miklós, Juhász Előd, Hernádi Gyula, Kemény György, Kepes András és Rózsa T. Endre. Folytatjuk Kepes Andrással még vagy 10 percig. Te ugye, mint mondod, 97 óta úgynevezett független műsorkészítő vagy, de meddig terjed a függetlenséged, András? Adott esetben, ha mondjuk, ugye most kereskedelmi csatornánál az RTL-nél teljesítesz immáron 3 éve, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Hogyha a nézettséget nem hoznák a műsoraid, abban az esetben a műsorkészítés nélkül is gond nélkül megélnél? Én nem tudom, hogy titkot árulok el, de nincs nézettségi kikötése az RTL klubnak, legalábbis eddig a műsoraimnál. És tehát kötök szerződés, de nincs volna, benne nézettségi. Ha volna benne nézettségi kikötés, akkor nem csinálnék műsort. Igen? Igen. És azt téged nem zavar, hogy 10:30-ra teszik a programot, mondjuk a Világfalut? Azt hiszem, hát olyan későn volt. Igen. Te azért főműsoridős ember voltál. Ez főműsoridőnek számít, mert 11-ig főműsoridőnek számít, tehát azért van 10:30-től 11-ig, hogy még a főműsoridőbe beleférjen. Persze, az főműsoridőnek számít. Ezt nem tudtam. Igazából persze, azt szeretném, hogyha a műsor korábban menne, különösen annál a műsornál, tehát nem mindegyiknél, annál úgy éreztem, hogy az megért és megélt volna korábban is. Egyébként azt hiszem, hogy később erre ők is rájöttek. Tehát a nézettségi adatokból az derült ki, hogy nagyon magasan teljesített. De akkor menet között volt, abból 10 egy néhány rész, miért nem tették följön? Mert nem akarják, tehát ők nem borítják olyan könnyen föl a műsorrendet. Tehát ha valami nagy gáz van, akkor fölborítják, de egyébként nem. De egy olyan típusú műsorkészítő, mint te, nem inkább a közszolgálatra való? A közszolgálaton nem feltétlenül csak a Magyar Televíziót értem, hanem
más. Tehát van még a Duna Televízió, meg hát vannak azért kisebbek. Tehát miért egy kereskedelmi tévét céloztál meg, amelytől hát ez kicsit vagy nagyon rendszeridegen. Mindaz a mentalitás, mindaz a műfaj, amit te képviselsz. Hát ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy kétszer kellett ott hagynom a Magyar Televíziót, mert mind a kétszer a szerződést fölrúgták. És azért megint nem fizettek? Ne megint ugyanúgy nem fizettek, nem teljesítettek. Tehát kétszer, két műsor sorozat ért véget így, a Desszert, és aztán utána az Oázis is. És aztán azt gondoltam, hogy ebből már körülbelül így elég, majd legközelebb azért találjunk ki valami más megoldást, hogy én még egyszer oda menjek. A másik ok pedig az, hogy egy közszolgálati televízióban, és hát erre te is jól emlékszel, mert minket nagyjából egy időbe kezdtek ki, és a Frey Tomi volt a harmadik, mindig az ember zsebébe kutakodnak. Tehát, hogyha készítesz egy olyan műsort, aminek nagy a költségvetése, akkor rögtön elkezdenek irigykedni, és azt mondják, hogy miért kereselte annyi pénzt, bezzeg, ha a piac, meg akkor ilyeneket mondtak. És egy idő után rájöttem, hogy amikor engem hívtak a TV2-höz, meg hívtak az RTL klubhoz, akkor kiderült, hogy mi a piaci értékem. És kiderült, hogy a piaci értékem az többszöröse volt annak, mint amit a Magyar Televízió abban az időben erről gondolt, de hát ezzel valamennyien így voltunk. És akkor egy bizonyos idő után azt mondtam, hogy ez nekem egy elégtétel. Tehát nem ki akartam próbálni magad piaci körülmények között? Ki akartam próbálni, másrészt nem akartam, hogy még egyszer azt a mondatot halljam, hogy nem ez volt a mondat, ez ilyen 50-es évek dumája, de hát hogy körülbelül ez volt a gondolat, hogy a nép zsírján élősködünk. Én azt mondtam, hogy ha egy kereskedelmi televíziónak én annyit érek, amennyit érek, és ő nekik valamiért ez fontos, hogy ott legyek, az számomra egy komoly elégtétel. Na most ráadásul ezeknél a kereskedelmi televízióknál olyan magas volt a nézettség, hogy én nekem 10:30-tól 11-ig is sokkal nagyobb nézettségem volt, mint az MTV-n lett volna főműsoridőben, este 8-9 óra tájt. És azt gondoltam, hogy egyébként is ez egy fontos dolog, hogy azok a nézők, akik a kereskedelmi tévét nézik, azok ha hajlandók ezt megnézni egy ilyen típusú műsort, akkor szerintem ez számomra egy megtiszteltetés, és számukra is az, vagy öröm. 30-35-40 év, mennyi időt töltöttél eddig a pályán? Hát attól függ, hogy honnan számítjuk, tehát ha mondjuk az első újságcikken megjelenésétől számítjuk, ami 17 éves koromban történt, akkor éppen 40 éve. Uh-huh. De a televíziós? Televíziós, hát rádiózni kezdtem valamikor a 70-es évek elején, egyetemista koromban, 73-tól dolgoztam a rádióban, 75-től kezdtem tévézni, és 80-tól lettem az MTV-n. És ennyi év, még hogyha kihagyásokkal is, időnként csömört, időnként unatkozást vagy unalmat hoz magával, magadat ilyeneken nem kapod, vagy nem kaptad soha, hogy unod? Abban a pillanatban, amikor úgy éreztem, hogy én egy műsort elkezdek unni, vagy magamat elkezdem unni, akkor abba hagytam. Tehát ez olyan, mint a szenilitás, tudod, a szenilitásnak azt mondják, hogy fokozatai vannak, az első fokozat, amikor csak te veszed észre, a második fokozat, amikor már más is észreveszi, a harmadik, amikor már csak más veszi észre. Most ugyanez megvan szerintem a televíziósoknál is. És én próbáltam annál az első fokozatnál megfogni, amikor legalábbis én azt gondoltam, hogy még csak én veszem észre, lehet, hogy már más is észrevette. Ez azért van, hogy ezt megengedheted magadnak, mert anyagilag, amit az előbb kérdeztem, annyira független vagy, tehát hogy ezt megengedheted magadnak? Ez nem is annyira anyagi függetlenség, részben biztos ez is belejátszik, hogy engem megfizettek annyira, hogy ezt az átmeneti időszakot is valahogy meg tudtam oldani, bár általában nem abból, amit a televízióból kerestem, hanem mellette írtam, tehát igazából a könyveim voltak azok, amik engem ezeken a nagyobb időszakon át segítettek. Jaj, ha már ezt említetted, magyar és világirodalomból antológiát tettél közé, soha nem értette senki félre, hogy ez valamiféle nagy képűség? Szóval, hogy Kepes András válogat a magyar irodalomból, meg a világirodalomból, nem tette senki, szóval ki Kepes András, hogy nekem válogasson a világirodalomból? Kérdezem. Nem? Rengeteg ilyen antológia létezik a világban. Világirodalom legszebb versei, világirodalom legszebb novellái. Nem szokták ott is kiegyezni, igen? Nem írják ki, hogy ki válogatott. De egyébként ez a világon, ez egy teljesen általános dolog, hogy egy ismert arc válogat, mondjuk ezek egy jelentős része például televíziós. Hát az Oprah Winfrey féle show-t, azt te is ismered. Igen. De mondjuk a francia televíziózásban, mit tudom én, a Pivot, aki rendszeresen válogatott írásokat. És ez nem arról szól, hogy én olyan nagyképű vagyok, hogy akkor én most megmondom, hogy mi a jó, hanem engem ismernek valamelyest a nézők, tudják, hogy én milyen vagyok.
és azok az emberek, akik arra kíváncsiak, vagy azt gondolják, hogy az ő ízlésük az hasonló egy picit az enyémhez, akkor azt mondják, hogy tanástalan vagyok, hogy miket olvassak mostanában, hát majd a kepes megmondja. De így megyünk moziba. Nem? Hát amikor te moziba mész, vagy színházba. Hogy te megmondod nekem, hogy mit nézek meg? Hát valakitől, barátaitól megkérdezed. Az gyerekek, nem olvastatok valami jó könyvet, vagy valamelyik barátod azt mondja, te ezt olvasd el. Ez erről szólt. Szép az ideológia, de az anyagilag is jól bejött? Hogy te ajánlottad a könyveket? De igazából nem, ezt a pénzt nem mi kaptuk, tehát a szerzőket ki kellett fizetni. Na de hát a szerzőknek. Jutott, vagy be kellett fizetni? Nem járt rosszul a kiadó, nem jártam rosszul én, de igazából azok a szerzők jártak jól, akik ezzel egy 10-szeres példányszámot értek el, mint amit ők általában, most nem a Móricz Zsigmondról beszélek, vagy nem tudom, Krúdi Gyuláról, de ha azt mondta, hogy Színi Gyulát kiolvas ma, vagy Gosdú Eleket. Én ezeket a szerzőket azért olvastam, mert magyar szakos voltam, és én a századforduló irodalmát szerettem. De hogy ezeket a szerzőket, akiket 100 éve nem olvas a kutya se, és emberek, tudod, hogy mennyi hálálkodó levelet kaptam, amikor azt mondták, hogy de jó, hogy ezt megmutatta nekünk, hogy ez van, hogy ez létezik. És hát ugyanez volt a világirodalmi kötet. Ugyanilyen alapon indulsz most, már nem, hogy üzleti alapon, országot járni, mert olvasom, hogy új műsorba kezdesz, és a falu, sok száz falu, vagy 100 falu, nem tudom én, népét, illetve ott a helyi, vagy a hétköznapi hősöket kívánod feltérképezni. Ez másról szól, illetve hát nem tudom, lehet, hogy Szegről végről rokon ezzel, bár nem. Mondtad, hogy ugyanilyen alapon. Igen, igen, de az összefüggés az mindegyikben, van egy nagy közös összefüggés az egészben, amit te, nem tudom, félig viccesen, félig komolyan úgy mondtál, hogy én állandóan úgy érzem, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy azzal foglalkozzak. Tehát, hogy én a szerencse fia vagyok. Igen. Hogy azzal foglalkozhatom, amit szeretek. Az összefüggés a kettő között az, hogy az is érdekelt, akkor azért érdekelt, mert a betegségem alatt elkezdtem olyan dolgokat olvasni, amiket korábban nem, és akkor ezt a kiadó meghallotta és örült neki. Ez meg azért érdekelt, mert járom az országot néha mindenféle komolyabb szándék nélkül, mert az embernek vannak ismerősei itt ott az országban, és azt figyeltem meg, hogy az elmúlt 15-20 évben alapvetően megváltoztak az emberek. Nyitottabbak lettek? Másmilyenek lettek. Tehát ha mondasz egy mondatot, vagy ahogy gondolkodnak, életmódról, vagányságról, ügyeskedésről, tisztességről, barátságról, ez egészen más, mint ahogy 15-20 évvel ezelőtt gondolkodtunk valószínűleg. Most amióta a kereskedelmi televíziózás és ez a mai televíziózás elkezdődött, én úgy gondolom, hogy valódi arcok nem nagyon jelennek meg a képernyőn. Tehát vagy politikusok jelennek meg, vagy szenzációban résztvevő emberek, vagy elesettek, vagy... De azok az emberek, akikkel az ember nap mint nap találkozik, hogyha mondjuk megy az országba, és beül egy kis vendéglőbe, és a szomszéd asztalnál ülő emberrel szóba egyedik, ezeket nem találod meg, mert nem tudod hova beilleszteni. És valamikor voltak azok a műsorok, mint a te műsorod is, például az én mozim, amiben voltak valóságos emberek, én készítettem az apropót ugyanabban az időben, egy kicsit mindkettőnk előképe a Vitrainak, a Csak ülök és mesélekje volt, de ott azért mindig valami nagyon különleges embert kerestünk. Én meg még ennél is egyszerűbbeket keresek. Olyan embereket, akik tudnak élni. De mondjuk azért élni. Valami sztoriuk csak van? Van sztoriuk, marha érdekes. Az ember maga érdekes. De mi mindig történeteket kerestünk. És ha úgy visszaemlékszel a saját pályafutásodra is, az ember elindult egy történet után, és akkor kiderült, a történet maga nem működik. De az és ember... volt egy másik helyzet, amikor szinte alig volt történet, igen. Ott ült egy néni, vagy egy bácsi, vagy egy ember, és elkezdett beszélni, és nem tudtad a szemed levenni róla. És hogy találod meg őket? Magad hát, járod az országot, vagy pedig kollégáim, barátok, ismerősök. Vannak szempontok, hogy kiket, vagy milyen típusokat keressenek? Én az olyat, aki megfog, Tehát van olyan, mint egy 95 éves bácsi kiment az egyik szerkesztő kollégám, elkezdett neki mesélni, nem tudott fölállni. Kereste a másik, olyan volt, mint a kis gömbölc meséje, jött a következő, hogy hova tűnt fog a szerkesztő. Fog tudni ez a műfaj a mai körülmények között, tehát életképes lesz? Ugyanis ezek lassú mesélők általában, nem lesz és a mai, lassú, gyors mai, lesz. Mai, ezt keresünk. Mai technika az inkább ezt a klipes, villódzó klipes nem műfajt lesz, szereti. Nem lesz klipes, még annyira se lesz klipes, mint a Világfalu. A Világfalu is igen. Azért lett egy kicsit klipesebb, mert attól tartok. Erre gondoltam, hogy ott is kötött ilyen, kellett, hogy kössél ilyen kompromisszumot. Igen, mert a csatornán nem kellett volna feltétlenül. Nem kellett volna. Nem. Uh-huh. Ezt nem kérte a csatorna. Uh-huh. Tehát ez az állandóan az én megfelelési kényszerem, meg a kollégáim megfelelési kényszere, hogy mindig azt hiszük, hogy nem. Az emberek, én szerintem erre odafigyelnek.
Nagyon-nagyon nehéz. Ez egy szakmai kérdés. Tehát én nálam majdnem minden műsornál az töltötte ki az energiáim jelentős részét, hogy megpróbáltam azt kitalálni, hogy hogy lehet azt az anyagot, vagy azt a típust másként megcsinálni, mint ahogy szoktuk. Tehát a desszert is, ami egy kézenfekvő műsor, hogy most ül négy ember egy asztal körül, de aki egy kicsit ismeri a televíziózást, az tudja, hogy milyen pokoli nehéz úgy leültetni négy embert, hogy négy oldalról ülnek, mert nagyon nehéz bekamerázni, hogy ne lásd a kamerákat, és nagyon nehéz az arcokat elkapni, és négy emberrel, tehát három emberrel nagyon nehéz egyszerre kontaktust találni. Tehát egyel könnyű, kettővel megoldhatott, hárommal az szinte leírhatatlan, hogy milyen variációk fognak kijönni, és hogy a fejedbe hogy kell ezt átszerkeszteni. És én se tudtam, amíg ezt elkezdtem. Na most ez is egy szakmailag is egy nehéz kérdés, hogy hogy lehet egy normális, helyes, egyszerű embert, vagy embercsoportot, vagy falut úgy feldolgozni, hogy az természetes is legyen, emberi is legyen, de még érdekes is legyen, feszültség is legyen. Már forgatod? Nem, még nem. Most még könnyen beszélek róla, igen. Örültem, hogy láttalak. Jó volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen.